Több száz méterről is látványos fotót készítettek egy erkélyről Nyíregyháza Oroson a vasárnap késő esti tűzről. Egy hulladék lerakón lobbantak fel a lángok a megyeszékhely külterületi részén. Ahogyan az a megyei katasztrófa védelmi főigazgatóság felvételén is látszik, hatalmas területen égett a présált szemét. A kiérkező hivatásos és önkéntes tűzoltóknak speciális eszközöket bevetve órákon át kellett dolgozniuk a tűz eloltásán. Körülbelül 12 méter magasan, 1000 négyzetméteres területen égett a szemét vasárnap este Nyíregyháza külterületén a Szálási úti szeméttelepen. A nyíregyházi, baktalórendházi, nyírbátori és hajdúnánási hivatásos tűzoltók mellett az ibrányi önkormányzati egységek végeztek oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Két vízágyú és 5 munkagép dolgozott a területen. A tüzet hétfő hajnalra sikerült elfojtani, de a munkálatok még hétfő reggel is tartottak. A hivatásos tűzoltók azért maradtak a helyszínen egészen reggelig, hogy felügyeljék a területet. Így azonnal közbe tudtak volna avatkozni, ha újra felcsaptak volna a lángok. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet, ezt a későbbi vizsgálatok fogják kideríteni. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet, hogy a hetek óta tartó forróság miatt csütörtök óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében tilos használni a tűzrakóhelyeket.